Te hova mész? Hey, te! Hála! Thank you.
Üdvözlöm, üdvözlöm én is. Hát, jól vagyunk. Itt a volt osztálytársa, már jöttünk meglátogatni a Pabácsit, meg az iskolának Balogása. Na meg hát visszahúz a szívetek az Alma Máterbe. Ezt én is tudom, mert én is visszamegyek Esztergomba a ferencesekhez, mindig a Balogás. Hát nem minden Balogása, de minden évben egyszer. Igen, igen. Az emberben benne van ez. Igen, na és most hol vagy, mit csinálsz? Budapesten vagyok már 6 éve. Igen. Dolgozok a családomat. Van egy 5 éves nagyfiam már, Márnak hívják. Fantasztikus. Igen, egy feleségem. Ott van lakás, ott élünk, tehát teljesen ott. Igen, és melyik része? Mert... Csepelen vagyunk. Csepelen. Aha. Na, akkor majd megadod nekem a telefonszámot, és akkor majd Pesten meg találkozunk. Na. Gondoltam, nagyon vágytam. Hát, így megy az idő. Igen. Most úgy emlékszem, amikor még, itt Marjátnak mutattam, hogy amikor ott a Gyimesbe, ott meg szokott pihenni ott a társaság, igen. Akkor még a faludi igazgatóra emlékszel? Igen, és akkor te még, azt hiszem ott mutattak be, ott ülti a papbácsinál, és akkor ott ismertelek meg. Úgyhogy... 8 éve, hogy több mint 8 éve. Az már több. 10, igen. Az már több. 10 éve, igen. Aha. Na és igen, arra emlékszem, hogy nem is tudom, mikor voltunk mit, amikor egy ősszel volt az. Volt itt egy úgynevezett nyári szabad egyetem. Ez ősz, és azt hiszem pont akkor halt meg édesapád. Ez novemberben volt. Talán, igen, október 25. Tehát az mikor volt, mert jobban tudod? 2001. október 25. 2001, volt. Tehát 11 éve, igen, arra emlékszem, igen, hogy már pont akkor jött a szomorú hír, igen. Sajnos így az életemmel és a család otthon? Minden, igen, csak ketten jöttünk sajnos, mert nem ilyen két személyes kocsival tudtunk tenni Budapestről, meg ugye az idő is mi... Na most én a Luisi Calogolira gondolok. Nem az új, arról majd otthon beszélsz, vagy meglátunk. Anyukám, jól van, van egy öcsi még otthon, és a két nevérem. A két testvérem Budapest, illetve Miskolcon van, és van egy Amerikában, ők kiment Amerikába, majd nyáron fogunk találkozni, június végén. Aha. Majd akkor jön a család Budapest, és akkor talán jobb idő lesz, nem lesz ilyen. Na hát, örvendek, úgyhogy akkor majd akkor Budapesten találkozunk, és majd összehozunk egy találkozót Ági nénivel. Maximum, sőt, egy látogatásnak is örülnék, hogy lennél egy kártyát megkapom, akkor utána. Nem, az nincsen, na, viszont nincsen. Én adom az elérhetőséget, fölírom meg a tiédet is. Na, Isten áldjon!
Thank you.
szeretettel köszöntök mindenkit, kicsit rendhagyó módon már az időjárás felé szólt a ballagási ünnepségünkbe, de reméljük, hogy sok ember kicsi helyen is elfér, és békességben lezajlik a ballagási ünnepség. Szeretettel köszöntöm Bajtai Erzsébet asszonyt, a Magyarország romániai nagykövetének feleségét, és megkérem, hogy szóljon a ballagókhoz. Tisztelt ünneplők, minnyájan, tisztelt ünnepeltek, drága testvéreim! Többszörös ünnepünk van ma. Ma pünkösd vasárnapja van, amikor lelkünk különösen megtelhet szeretettel. Szívünket megnyitjuk, és ez a különleges nap, ez a szeretet érződik ma itt minnyájan közöttünk. Második nagy ünnep, hogy együtt vagyunk. Mi, akik a Kárpát-medencében sokszor olyan külön vagyunk, most együtt vagyunk. Itt vagyunk, együtt ünnepelünk, és minden ilyen szép ünnepi együttlét gyógyítja sebeinket, mert vannak. És a szeretet együtt, és ez az együtt töltött ünnep úgy gyógyít minket, hogy utána kimehetünk, és tovább vihetjük lelkünket, épült lelkünket, épült jellemünket a világban. És van egy nagyon harmadik ünnepünk, a ballagás. Amikor összegezzük azt, hogy mi is jutottunk, szülők, nevelők, diákok együtt. Hát először a szülőket szeretnénk köszönteni. Szeretném megköszönni egész magyar közösségünk nevében azt, hogy ezek a gyermekek ebbe az iskolába jártak. Azt mondják, hogy amit otthonról hozunk, azzal maradunk. Köszönöm, hogy arra tanították őket, és arra adták az életüket, hogy megőrizzék hitüket, nemzetségüket, drága anyanyelvüket, szép nemzeti viseletüket, szép hagyományukat. Erkölcsöt adtak nekik, amit tovább visznek a világban, a világ épülésére. Köszönöm azt, hogy otthon megmutatták, milyen szokások vannak, hogy kell rendet rakni, a tisztaságot. Köszönöm minden szülőnek és minden nagyszülőnek. Köszönöm a nevelőknek, akik nem csak tanárok voltak az iskolában, hanem nevelők, igazi nevelők, hiszen együtt élnek a gyerekekkel sokszor. Fejlesztik jellemüket, alkotókészségüket, gyönyörűen megtanítják őket énekelni, sokkal többet adnak, egy átlag iskola. Köszönöm a nevelőknek, az egész magyar közösség nevében, hogy ők olyan diákokat nevelnek, akik építeni fogják a világot. Ezzel a tudással, ezzel a tehetséggel, kreativitással. És köszönöm az iskola alapítójának, mert ezt az iskolát meg kellett alapítani hittel, erkölcsel, szeretettel, és olyan sok nehézséget legyőzve. És szeretném drága papbácsit nagyon sok szeretettel minnyájunk nevében köszönteni, és minnyájunk nevében szeretném neki ezt az ajándékot átadni, hogy ő tudja, hogy lélekben együtt vagyunk, és szeretném is, hogyha éreznék, hogy mi lélekben mindig együtt vagyunk, de amikor orvosságot önt ebbe az üvegbe, akkor biztos, hogy mindig emlékezni fognánk. Minnyájunk nevében nagyon-nagyon sok szeretettel köszönöm mindent, és kívánom azt, hogy nagyon-nagyon sok egészségben, örömben, boldogságban, szóval kívánok, kedves nyolcadikos ballagók,
nagyon sok örömet, sikert az új középiskolátokban, és folytassátok úgy, ahogy eddig, sikerrel, örömmel, hittel. És az igazi nagy napja az a gimnáziumban lakóknak van. Most már elmennek sokszor, elmennek a szülői házból legtöbben, elmennek más városba, felnőttek, és kezdik az önálló életet. Itt van a tarisznyájuk, ott lóg a vállukon, és ilyenkor mindig föltarisznyázzák a szülők, a tanárok, és azt hiszem mindnyájunk nevében szeretném hozzátenni a következőt, beletenni a tarisznyába, talán nincs benne kenyér és bor, de szokott lenni, mert a vándorbotján a magyar mesei Benedek Elek csodálatos mesevilágának a királyfia és királylánya vitte magával a hamubasült pogácsát, amit a tarisznyájukba raktak. Hát vigyétek magatokkal szülőföldötök ízét, pogácsáját, borát, és amit még bele szeretnék tenni, az a szülőföldnek a bora. Amikor elmentek, nem tudom, hogy milyen terveitek vannak, eljuthattok a nagyvilágba, ebben a globalizált világban, ebben már olyan messzire juthattok, de majd érezni fogjátok, különösen ennek a szülői háznak és ennek az iskolának a melegén, hogy mindig visszavágtok erre. És szeretném oda beletenni a tarisznyába szülőföldötöknek egy kis csomagját, hogy emlékezzetek mindig rá, sose felejtsetek el a szülőföldöteket, mindig gyertek vissza, és támogassátok az ittenieket, az itteni közösségeteket. És szeretném, ha mindjárt az egész közösségünk ezzel a lehetőséggel indulna el haza, és vinné tovább ezt a mi lelki épülésünket, amit ma itt együtt tapasztaltunk. És szeretném elmondani azt a verset, ami azt a mondást, ami igazán még odavaló a tarisznyátokba, a feltarisznyázáshoz. Gond embernek lenni, igaz embernek lenni, meg kettőzött gond éppen. Igaz magyarnak embernek lenni pedig akkora teher, hogy aki sokat viseli, megerősödik. Kívánom, hogy erősödjetek meg, és ebben az erősségben, erős lábbal a következőt is teljesítsétek. Hát vesd meg lábad ott, ahol megállhatsz, és azt ments, azt a talpalatnyi helyet. Hát vigyétek magatokkal ezt az erőt, és védjétek a szülőföldeteket, és legyetek boldogok. Mindjárt nevében kívánok nektek nagyon sok sikert, boldogságot és örömet az életben. És mindnyájan, akik itt vagyunk, ezt az érzést és ezt az épülést vigyétek tovább minden közösségben, és így építsétek azt, és mindenki ott, ahol van, ott vesse meg a lábát. Kedves jelenlévők! Külön köszöntöm a kopácsit, az osztályfőnököket, tanárainkat, és legfőképp búcsúzni készülő társaimat. Eljött ez a nap is, amely nemrég még olyan távolinak tűnt, és most mi vagyunk az ünnepeltek. Most értünk szól egy utolsó harang. Ezek az évek már csak szép emlékként érnek vissza hozzánk, egy elmúlt kor képei valahonnan a múltból. Új út előtt állunk. Küzdelmes, nehéz és néha kilátástalannak vélt út előtt. Mindig azt hittük, hogy majd álmaink szerint fogjuk élni az életünket, ehelyett most életünk alapján kell megtanulnunk álmodni. Meg kell próbálni úgy visszatekinteni ezekre az évekre, mint útravalóra, ahol jó és rossz egyaránt előfordul. A rossz tapasztalatok megállítottak, elgondolkodtattak, majd megerősítettek, és a sok jóval együtt tovább lendítettek. Most már eljött az idő, amikor választanunk kell jó és rossz között, hiszen itt a pont, amikor észrevesszük, hogy az idő megállíthatatlan, és gyorsan halad előre. Gandhi szerint a különbség a között, amit megteszünk, és amire képesek lennénk, megváltoztathatja a világot. Ez így igaz, hisz megtanultunk, hogy bármire képes lehet az ember, mert aki hisz, annak semmi sem lehetetlen. Dönteni kell. Harcolni és legyőzni minden félelmet, hiszen a legszebb élethez vezető út általában a legnehezebb is. Ne törekedjünk a tökéletesre, ahelyett választjuk az emberséget, és
és ne tagadjuk meg soha önmagunkat. Sokszor már az lesz a társadalom elvárása, hogy leüljünk és hallgassunk. Hogy ne álljunk ki magunkért, hanem inkább álljunk be a sorba. De igenis bízom abban, hogy képesek leszünk felállni és beszélni, ahogy azt egykorom megtanították nekünk. Ne legyünk tökéletesek, legyünk őszinte emberek. Az elmúlás. Valaminek az elmúlása mindig ráébreszt minket arra, hogy próbáljuk meg megélni a pillanatokat, és tudjunk örülni neki. Örök érték van az ilyen emlékeknek, életeket takarnak, kezdeteket és végeket. A közös évek egyfajta pajtásra feltettek minket, és az ilyen kötelékek mindig is szorosak voltak. Annyi a sok közös emlék, hogy akár regényt is lehetne írni belőlük. Jó kis regényt. De a sok aranyköpés, kirándulás és szórakozás idővel is megőrzi a jelentőségét. Mert több volt ez, mint egyszerű négy év. Ez az élet volt. A nagybetűs élet kezdete, a gondtalansághoz tartozó utolsó évek. Annyira összetartozunk már, hogy emberként nem vagyunk képesek lemondani ekkora értékekről. Ezekről a barátságokról, amelyek az éjek folyamán fonódtak. Nehéz. És már nem fogja senki a kezünket, hogy átsegítsen azon a nagybetűs kihíváson, amit mi simán csak életnek nevezünk. Fel kell építenünk olyan falakat, amelyek mögött képesek leszünk önmagunk maradni. Einstein megfogalmazta, hogy csak a másokért élt élet érdemes arra, hogy leél. Egy életet harcolunk végig. És ezt az életet már elkezdték építeni. De most nekünk kell folytatnunk. Egy életet kell építenünk, amely a lélek boldogságához vezet. És amely által igaz emberek leszünk. Az idő igaz, és eldönti, ami nem az. Petőfi sorai rám is vonatkoznak, hiszen az itt töltött időt mi sem hitelesíti jobban, mint az elkövetkezendő életünk. Köszönjük az osztályfőnököknek a támogatást, és tulajdonképpen köszönünk mindenkinek mindent. Az, hogy idáig eljutottunk, nem csak a mi érdemünk. Sokszor nem láthatják rajtunk az érzelmeket, de a kiérdemelt hála mindig bennünk marad, és a kapott szeretet szívünkbe vésül. Négy év, néha sok, néha kevés. Most itt áll a hihetetlennek tűnik az egész. Könnyegen vagy öröm szívünkben? Nem tudom. Figyel minket mindig a felső hatalom. Sok minden áll mögöttünk, de előttünk az élet. Terveket szövünk, de az ember néha téved. Más csugall a szív, és más mond az eszünk. De ha örökké hiszünk, jó emberek leszünk. Köszönöm szépen. Kedves diákjaim, kedves hívek! Tisztelettel és szeretettel emlékezem meg. Elemén Antal tanárúról. Aki jó barátom is volt, és minden esztendőben hozta ezt a csodálatos zenekart, amely zenekar játszott az ünnepeinket. Nagyon szeretett volna most is itt lenni, de én hiszem, hogy az ő művész lelkét a mindenható Isten üdvözítette, és reménykedem akkor, hogy most minket lát, és itt van velünk. Ebben a szent mesében érte is imádkozunk, hogy a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, és felejthetetlen számomra az ő temetése, amikor ezek a drága fiatalok, akik itt szegénynek, gyászindulót kellett elhúzzák az ő koporsója mellett. Fújták a zeneszerszámaikat, és a könnyű potyogott a zeneszerszámra. Egy kedves lány olyan gyönyörű beszédet mondott, hogy nem felejtettem el,
köszönte, hogy célt, értelmet adott az életüknek, és hogy ezeket a fiatalokat összegyűjtötte, szépre jóra tanította, és a művészet szeretetét előtett a lelkükben. A művészet isteni kategória, mondtam réged, és a mindenható Istenhez közel vagyunk ezek a fiatalok. Most arra kérjük őket, hogy a tanárunknak az emlékére játsszák el a Vészentlélek Úristen. Azt énekeljük először, utána az orgona fog bekapcsolódni a szentmisében. Szenvedést és a halál ítéletét a homlokukról,
ne engedj egyet is elveszni közülük. Aranyként csengjen a drága anyanyelv ajkón, virágozzanak ki a nagy magyar erények és erőfái, szűnjön meg minden igazságtalanság és áldás, és áldás fakadjon számunkra minden elrejtett vércseppől és verejtékből. Értük legyen minden gyötrődésem, és elviselni négy embernek is sok szenvedésem, amint a doktor mondta, a testemet nem is, de legalább lelkemet vitt haza a házsongárdi vagy udvarhelyi temetőbe, vagy terítsd le az áldott földön, hogy attól is nőjön a fű, szepüljön a világ. Azt gondolom, kedves testvéreim, hogy ma mi vagyunk ez a fű, ti vagytok ez a virág, pünkös vasárnapján, Isten értessen, és áldjon meg mindnyájunk. Amen. 30 diák volt itt a templomban, épületünk még nem volt, és itt szólítottuk a névusok, nem. Látom, hogy most a 15. ballagás alkalmában a Jóisten talán így akarta, hogy ti is a templomban legyetek. Megköszönjük a plébánosoknak a lehetőséget, hogy az esős idő ellenére méltóságban meg tudtuk tartani a szent misét. Most a szent misét befejezzük áldással, hogy akik úgy számították ezt idejüket, hazamehessenek. Még egy kicsi ünnepségünk van, mert megszabítottuk a ballagási ünnepséget, hogy a szent misét pontosan érzenvedőkkel tudjuk megkezdeni. Ennek az iskolának minden ünnepe szent misével kapcsolódik, és arra kérlek titeket, búcsúzóul, de mint gondolom, sokszor találkozunk, és a Jóisten megengedi, hogy valószínűleg lássa az titeket. Azt kötöm a lelketekre, hogy szent misével kezdtétek az iskolai évet mindig. Minden nagyobb ünnepünket szent mise jelezte, és most szent misével búcsúztatok az iskolától. Ezt a szép emléket hordjátok a szívetekben, és ne teljénnek a sajátok, hogy a szent misét a vasárnapi programotokban első helyre ne tegyétek. A hűségesek maradtunk ehhez, hűséges maradt hozzánk a Jóisten, és Szent Erzsébet meg fog titeket állni. Külön ünnep, hogy a Magyar Szent Korona második itt van a Szent Misén, és mise után esetleg majd itt háromszor szólnak róla, és öt esetbe fejezzük az ünnepségünket. Tehát, aki számított az idejét, hogy a Szent Misére szándít,